áramlásnak az áramlat megjelenítése nagyon nagy segítség. Látható, hogy a homlok felület az áramlás útjában van. Zavarást okoz ez a test, teljesen egyenletes áramlásban. Van egy úgynevezett középső választó torlóponti áramvonal, ezben a ponton a legjobb a homlokfali nyomás, az áramlás sebesség négyzetével arányosan a nyomás, és megkerüli ezt az áramlás lehelyezett testet a levegő, áramvonalat a tápló. A homlokfali túlnyomás mellett egy nagy leválási zóna van a hasán mögött, ez a leválási zóna az a jelenti, hogy visszaáramlás van. Megkérjük a törést, ez bármilyen, hogy csekkéljék ki az elemet erre a hengerre, és megfigyelhetjük, hogy a megkerülő áramvonalak sokkal rendezettebbek, kisebb végellenállás tényezője. A hasár 1,25-ös ellenállás tényezőjű, a henger ehhez képest kb. Fel 0,6-os ellenállás tényező. Ennek az ellenállás tényező csökkenésnek az az oka, hogy a homlokfali túlnyomás átlaga nem egy áramlásnak kitett menőleges felületen alakul ki, hanem szinte csak egy vonalban van egy maximum, és aztán gyorsan csökken, felgyorsul az áramlás, gyorsan csökken a homlokfali átlagnyomás. Ennek is egy relatív nagy nyoma van ennek a hengernek. A 0,6-os ellenállás tényező, ha tényezőt nézünk, akkor egy mai járműnek a kétszeres az ellenállás tényező. Tehát nagy áramlási nyoma van ennek. Ezt az áramlási nyomot szeretnénk eltüntetni a testről. Hát úgy tudjuk eltüntetni, hogy körbe veszünk az a szilárd falra, szárjuk az áramlásból. Ezt az átmérőt nullára kell csökkenteni, a leválási nyom határáramlat tekintve erre egy alkalmas profil, mivel egy DUC profil. Kérem, hogy cseréljük ki erre az áramvonalazott test formára ezt a hengert. Repülőgépszárny profilhoz hasonló, ez egy szimmetrikus DUC profil. Ha fordítva rakják fel a rosszul beprogramozott testhez, akkor hasonló az áramkép a hengerhez. Most jól rakták föl. Képzeljük, hogy a versenykerékpár első villája ilyen DUC keresztmetszetű, és hát célszerűen a többi elemet is, hátsó villág, főtartó, ilyen DUC profil, áramvonalazott elemekből, keresztmetszetű tartóból állítják össze. Természetesen a merevséget figyelembe véve látható a megkerülő áramvonal. Egy minimális nyoma azért ennek is van, nem ügyek, hogy milyen hosszú az átmérőjéhez viszonyítva ez a DUC profil. De az ellenállás tényező 0,65-ről a hengerhez képest 0,2-re csökken. Ezek szakirodalmi adatok, nem most mérjük el. Magasan van a fej, kiegyenesített kezekkel. A fej, a bukósisak adott pontja, a torlópont, kezekben is torlópont, ugye kis elemek kevésbé látható, de mindenképpen egy megkerülő áramlás, áramlásba helyezett test, nagy keresztmetszet, nagy betület keresztmetszet miatt, ellenállás tényezőt már kivetítve, és mögött az áramlási nyom, itt is egy visszaáramlás látható a hát mögött, és az ülés mögött, váz mögött, lábak mögött. Számértékeket nézve, körülbelül 0,9-es az ellenállás tényező, 45 km/h, 40 newton a ellenállás erő, és olyan 500 watt-tal hajlik, ennek a sebességben a haladás során a versenyző által szükséges teljesítmény értéke. Hogy ezt megjegyezzük, és a versenyző most felveszi a versenypozíció, összetartott kezek, csökkenti a fej magasságát, 10 szintes hát, lecsökkent az erő 40-28, az ellenállás tényező kevésbé változik, nem ez a fontos, nem a tényező csökkenés a fontos igazából, hanem a teljesítményünk 500 helyett már csak 380 van. Ezt a teljesítményt kell meg izomerőből produkálni, hogy ugyanazzal a sebességgel haladjon, mint előbb a egyenes testtartással. Itt már csak a fej fölötti
hogyan tudja jobban lecsapni, nézzük meg ezt is, tehát 300-ban körülbelül 28-30 volton ellenállás tényező az adott sebességnek, 0-8-0-9 körülé. Na most megkérjük a versenyzőt, hogy vegye fel a speciális pozícióját, ilyen még jobban csökken a referencia keresztmetszet, ráül a vázra, már csak 260-180 watt, legyen 270 watt a veszteség, teljesítmény 0,7-es ellenállás tényező, és lecsökkent 22 newtonra ugyanáll a sebességnek. Tehát drasztikusan lehet csökkenteni a ellenállás tényezőt, veszteség teljesítmény, köszönöm szépen, azzal, hogy csökkentjük a keresztmetszetet. Megnézzük a kerékpáros, mindössze 200 watt 0,6-os ellenállás tényezővel, nem is látom innen, de 11-2 newton, drasztikusan lecsökkent maga a kerékpárosra ható erő. Mesterkamiaink